Sziasztok, Jancsak Árpád vagyok. Ebben a videóban egy PlaySchool gyártmányú kis játékmozdonyt fogok nektek megmutatni. Három darab Baby Goliath elemmel, vagyis másfél voltos elemmel működik, ami itt egy csavar eltávolítása után tehető be, vagy szedhető, kicserélhető ki. Ezt most gyorsan megmutatom. Szóval itt van a három darab Baby Goliath. Ezt most vissza is csavarom. Bekapcsoló gomb, és van három darab kis labda is hozzá, ezek ilyen műanyag labdák, hogyha ezeket ide beletesszük, akkor mindjárt láthatjuk, hogy mire képes ez a készülék. Itt hátul van egy kis lyuk rajta, és látható, hogy van egy ilyen kis reteszelés. Alapból, hogyha ez a retesz le van engedve, akkor a mozdony belsejében fognak mozogni, vagy mocorogni, gurulgatni ezek a kis labdák. Ha a reteszt felengedjük, akkor pedig itt ki fogja köpösni ezeket a golyókat, és el lehet kapdosni gyermekünknek. Egyébként egy ilyen másfél éves korig ajánlott, és teljesen jól el tudnak vele lenni a gyermekek, de akár még két-két és fél éves korban is élvezni fogják ennek a használatát. Ezzel a másik korral pedig egyrészt így függőleges helyzetben, álló helyzetben van a vonat, ha előre fordítjuk, vagy előre hajtjuk, akkor pedig elindul, ezt majd mindjárt meg is mutatom, ahogy bekapcsolom a készüléket. Szóval itt van a bekapcsoló gomb az alján, ha ezt elhúzom, akkor ezzel a plusz kis sárga gombbal tudjuk bekapcsolni, és ugye most le van engedve a retesz, így most a belsejében fogja gurítgatni ezeket a kis labdákat. Itt belül látható egyébként, hogy egy talán látható, hogy egy ilyen kis görgő húzza föl őket. Több zene is van hozzá. És teljesen jó kis játék. Itt a zöld kart, hogyha előre hajtom, akkor pedig el is indul a mozdony. Mondjuk messzire nem menj el, meg leesem az asztalról. És ez természetesen így párhuzamosan tud menni és meggurigatni a golyókat is. Közben sípol, dudál, mindent csinál, most megállítjuk. Elkapkodom a golyókat is, és akkor megmutatom, hogy még itt hátul a reteszt, hogyha függőlegesbe állítom, vagyis kinyitom a reteszelést, akkor indítsuk el, akkor így kiköntesi a hátulját, és el lehet kapkodni a golyókat. Ha elég gyorsak vagyok, akkor vissza is tudjuk dobálni, persze, ha nem tolvaszolják a bejáratot. Röviden tehát ennyi a PlaySchool gyártmányú játékvonat három darab golyóval. Elég jó kis játék a gyermekeim számára. Remélem nektek is tetszett. Sziasztok!